Közben mindenki azt várja, hogy melyikünk leszek majd a csapot elzárja. A luna víznek árja, de azért a víz az úr is mindjárt borul, hogyha túl feszül a húr. Minket zárójelbe tettek, hey! Onnan is kivettek, néha túl nagy a pofám. Zárójelben a lényeg, egy kérdőjel mindent elrom. Felkiáltójel nélkül marad a három pont. Vendégünk a zenekarból Dávid és Zsolti, sziasztok fiúk! Sziasztok! Sziasztok! Mondhatjuk azt, hogy pillanatokon belül fel fogtok lépni itt az A38 hajón, hiszen ma este koncert. Hát mi mindennel készültök? Ez egy igazán best of lesz. Így ahogy mondod, egy abszolút best of bulit állítottunk össze, kiegészítve az új lemez dalaival, amik gyakorlatilag a közönség által már belet foglalva a best of anyagba, már mint ezt úgy értve, hogy a nyári bulikon kipróbáltuk gyakorlatilag, hát majdnem az összes új számot, és nagyon jó reakciók érkeztek, úgyhogy nem érezzük úgy, hogy kilógna az új anyagnak bármely száma is a best of programból. A legvérvesebb Fish rajongók azért tudják, hogy ez egy dupla buli lett volna. Holnap is ugyanúgy felléptetek volna itt az A38 fajon. Ugye a dupla bulinak a második fele elmarad, ahol egészen sok érdekességet, extrát, vendéget, kollaborációt ígértetek. Ugye semmi konkrétummal, mert nem árultatok el semmit ezekből a meglepetésekből. Hozzánk híven. Na most én azért felteszem a kérdést, valamit azért lehet spoilerezni, ez valaha meg fog még történni, amit holnapra terveztetek? Nagyon reméljük, hogy ez tető alá hozható a jövőben, viszont ígérni meg nem szeretnénk semmit egyrészt a jelen helyzetre való tekintettel, másrészt pedig egy nagyon spontán zenekar vagyunk, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk véletlenül, és ezzel nem akarok semmit spoilerezni, mert tényleg spontának vagyunk, hogyha úgy alakul, hogy tavasszal megírnánk még egy lemezt, mert egyébként nem tudom, hogy van-e. Mármint... Miért ne? Igen, bármikor pontosan. Előfordulhat. Ha véletlenül eljutunk a próbateremig, akkor akár ennek ez is lehet a vége. Pontosan, akkor nyilván egy lemezbemutatót fogunk csinálni, és nem egy ilyen extra buli, de ha ez nem így alakul, amire azért komoly valószínűség van, akkor szeretnénk ezt bepótlásra abszolválni. Nem létezik ilyen mondat, de értitek, mit jó akarok. Jó volt ez, jó volt. Előzenekarok is lesznek, nem csak egy előzenekarotok lesz, hanem a Nova Prospect és a Mirror, és majd a színpadra lép. Milyen a kapcsolat a három zenekar között, vagy egyáltalán miért pont rájuk esett? Mi a kötődés, igen. Zsolti? Jó kérdés. A Mirrorral gyakorlatilag most mentünk egy nagyobb kört az országba, és mondhatom, hogy elég jól összebarátkoztunk velük. Kellemes estéket töltöttünk együtt. Éppen most beszélgettem az egyik gitáros sráccal a zenekarból, aki azt mondta, hogy már most nem is, talán nem is bánja, hogy vége és egy kicsit pihenhet. De... alapvetően szerintem ezek egy tök jó sikerült dolgok voltak, és a Mirror egy olyan zenekar, akit abszolút el tudok máskor is képzelni előttünk, és nagyon remélem, hogy minél többen megnézik őket is. Annyival egészítenünk kell, hogy nekem a Mirrorék ilyen gyerekkori cimboráim, valamint a Nova Prospect pedig az egyik, hát az talán túlzás, hogy az egyik kedvenc magyar zenekarom, de egy olyan zenekar, akinek bármilyen új anyaga van, arra így vettem rá magam, mert szakmailag elképesztően felnézek rájuk. De ez biztos szerintem csak azért van, mert kecskemétiek. Én is kecskeméti vagyok, és én a tinédzser koromat nagyon sok Nova Prospecten nőttél fel, persze. Igen, azért. Május 1-én jelent meg ugye a hatodik nagy lemez, a Pozitív, és már így fél szavakkal említetted, hogy azért bebedobtátok az új dalokat a koncertekre. Ti zenéteknek és a ti zenekarotoknak hihetetlen pozitív energiája van. Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen koncertzenekar vagytok. Most ezzel nem mondok szerintem nagy hülyeséget. Mi volt a visszajelzés így a nyár folyamán azon a rengeteg koncerten a rajongók felől az új dalokra? Gyakorlatilag részemről egyáltalán nem volt érzékelhető, hogy mi új dalokat játszunk. Ez alatt azt értem, hogy amikor általában új számot beveszünk a koncertprogramba, akkor ott egyrészt nekünk is egy kicsit összép kell csiszolódni, meg egy picit a közönségnek a reakciói is, hogy mondjam,
figyelitek? Abszolút, abszolút. És annyira pozitívak voltak a zene, pozitívan. Pozitív, pozitív. Voltak az energiák, amikor az új számokat játszottuk, hogy egyáltalán nem esett le a koncertprogramról az, hogy most egy kvázi tesztüzem van. Hát igazából szerintem mindenki ki volt már éhezve erre, úgyhogy ráadásul az új lemezen van egy 2-3 igazán táncolható ilyen koncertes szám, így aztán szerintem sokkal könnyebb volt ezeket bevenni a sok az életművünk közé, ahogy Krisztián szokta mondani. Működött abszolút, és tényleg, tehát mindenki annyira várta, mi is, hozzáteszem. Simán lámpalázva. Még egy nyarat letoltatok volna egyben. Persze, simán. Volt egy olyan ígérete a zenekarnak, amikor megjelent a pozitív album, hogy majdhogy nem minden új dalhoz szeretnétek videoklippet is forgatni, azért egy-kettőhöz sikerült összeforgatni, de várható-e akkor ez az ígéret? Sőt, olyannyira sikerült, hogy gyakorlatilag 2 számmal tartozunk az egész lemezről, és spoiler, az egyik az már zsebbe van, ott még vergődünk, hogy mikor hozzuk ki, de az egész... Idén? Még? Nem akarok spoilerezni. Még napok vannak át az évből. Igen, a másikhoz pedig ki van találva a koncepció, de nem árulok el az a nagy titkot, hogy ahhoz is lesz videós anyag, úgyhogy gyakorlatilag az egész lemez majd megtekinthető lesz a YouTube-on klip formátumokban. Hát titkokat nem árultatok el, azért ehhez tartottátok magatokat. Nagyon jó koncertet kívánunk nektek ma estére. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Mi is köszönjük.